Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. 50 fajta kisállat, körülbelül 500 példányát tekinthették meg az érdeklődők a Volánccsarnokban, azon a kiállításon, amelyet szombaton és vasárnap rendeztek. Láthattunk díszmadarakat, galambokat, díszes baromfikat és óriás nyulakat is. Az Albarégia Galamb és Kisállattenyésztők Egyesülete tavaly ünnepelte fennállásának 60 éves évfordulóját. A jubileumi programsorozat zárásaként rendezik azt a kiállítást, amelynek keretében 50 fajta kisállat, körülbelül 500 példányát, jó részt tavalyi tenyésztésű díszmadarakat, egzotikus madarakat, díszbaromfikat, különleges galambokat, illetve nyulakat láthatnak a résztvevők. Az elmúlt 60 évben azért szelektálódott a kisállattenyésztőknek a társadalma is, és azok maradtak talpon, azok maradtak meg a szakmánál, akik szívükön viselik a kisállatok sorsát és tenyésztését, és ahol van akarat, ott van eredmény is. Székesfehérvár, mi pedig igyekeztünk a hírét vinni a városnak, nem csak az országba, hanem a világba is, és sokan ismernek bennünket, tudják, hogy nálunk korrekt a nagy kiállítások vannak, és ezért a pontossághoz, meg az igazsághoz ragaszkodva eljönnek hozzánk. Hol tart ma a magyar kisállattenyésztés ennek tükrében, amit itt elmondott elnök úr? Hát a magyar kisállattenyésztés, ezt többször elmondtam már, hogy a társadalom fejlődésének a tükre, tehát ez a 1800-as évek elejétől, ahogy a magyar társadalom változott, az minden rezdülése a társadalomnak, a gazdasági életbe való bekapcsolódása vagy kiszorulása tapasztalható a kisállattenyésztés történetébe. Ma is így van ez. Vannak olyan területek, ahol az embereknek van, illetve jönnek olyan társadalmi rétegek, akiknek van lehetősége, ideje ezzel foglalkozni, és vannak, akik elvesznek ebből. Hát most abszolút azt kell, hogy mondjam, hogy nem igazán kedvező a kisállattenyésztés szempontjából a mai társadalmi átalakulás, viszont a kormányzat, köztük az Agrárminisztérium most látva ezt a nem éppen kedvező helyzetet, igyekszik a társadalompolitikába és gazdaságilag megtámogatva ezen változtatni, és már a galambhús termelés vonatkozásába konkrét lépéseket tettek. Hát reméljük, hogy a következő években ennek pozitív hatása lesz a magyar kisállattenyésztésre, elsősorban a galamb, a húsgalamb előállításra, illetve hát a nyúl tenyésztésre. A kiállításon rácsodálkozhattunk a székesfehérvári bukógalambok számos példányára is. A székesfehérvári gyökerekkel rendelkező madár olyan minőségű és olyannyira híres, hogy a tenyésztői nemrég 3 győztes címet hoztak el az európai díszmadár kiállításról. Mindenféleképpen egy ünnep. Ünnep azért, mert közel 80 székesfehérvári bukógalambot mutatunk be a mai kiállításon is, és egy kis kanyart tegyek novemberben Dániában az Európa kiállításon, több tízezer kis állat közül 3 Európa győztes címet a székesfehérvári bukótenyésztők hoztak el. Minek köszönhető a bukógalamb tenyésztés népszerűsége? Hát van benne egy kis hazahúzás. Tehát Székesfehérvár büszkesége ez a galambfajta, és a székesfehérvári tenyésztők is érzik, hogy ezt a fajtát nekünk védeni, óvni, tenyészteni kell. Ez azt jelenti, hogy van egy jövőképük is. Mindenféleképpen örülök neki, hogy új tenyésztő is megjelent például Pajor Tomi személyébe, és azon kívül egy-két fiatal lelkesen érdeklődik, sőt már tartanak is galambot ebből a fajtából. Ugye Dániáról már beszéltünk, de nagyon fontos az eredményesség is, hiszen a hétköznapok után egy-egy kiállítás és eredmény az ünnep. Lendületet adott Osztorics Ferenc, Szekfű István, Radics Istvánnak a 3 Európa győztes cím egy olyan pozitívumot ad, amelyik hozzásegít bennünket, hogy mások is ezt az utat követve sikert érjenek az élet ennek a szegmensébe.
A tárlaton bemutatkozott a Díszmadárbarátok Székesfehérvári Egyesülete, amely főként egzotikus madarak tartásával, illetve a hobbi állattá tenyésztett tradicionális szárnyasok és vadon élő madarak tartásával foglalkozik. Nagyon nagy konkurenciával néz, próbál versenyezni a díszmadártenyésztés, mint minden egyéb hobbi, de úgy érzem, hogy egyre több fiatal próbál velünk együttműködni, és ezeket a kedves szép állatokat tartani. Ezek a föld minden tájáról származó állatok, és egy színes foltot, színes életet visznek az embereknek a lakásába, és így az embereknek az életéhez, a lelkéhez is hozzátesznek. Ebben a tekintetben tetten érhető a szakmai fejlődés, hogy kitekint a világba a tenyésztő és a gyűjtő? Igen, elmondhatom azt, hogy most a napokban volt a világkiállítás Hollandiában, és rendkívül jó eredményekkel szerepeltek a magyar tenyésztők. Rendkívül sok aranyérmet, ezüstérmet és bronzérmet is elhoztunk, és nívós, magas színvonalú tenyésztés alakul ki Magyarországon. A Magyar Óriásnyúl Tenyésztők Országos Egyesülete megalakulása óta sokat tesz azért, hogy tagjaik népszerűsítsék az óriásnyúl tenyésztést, és olyan szakmai hátteret nyújtsanak, amely lehetővé teszi, hogy egyre többen csatlakozzanak az egyesülethez. 2009-ben alakult az egyesület azzal a céllal, hogy a magyar óriásnyúl, mint egyetlen őshonos nyúlfajtánk megmentésre kerüljön. Ugye ne vesszen ki, a 1900-as évek elején alakult ki ez a fajta Magyarországon, akkor alakították ki, többek között a székesfehérvári dr. Vinicai László. Úgyhogy utána a háború alatt nyilván csökkent az állomány létszám, a szocializmus idejében ugye kicsit nőtt, rengeteg tenyésztő volt, és különféle tenyésztőszervezetek az MGKS-en belül, és 2009-ben, ahogy mondtam, megalakult az egyesület, onnantól kezdve próbáljuk a fajtát népszerűsíteni, az elterjedését biztosítani. Úgy néz ki, hogy a tartási kedv egyre inkább nő, az emberek nagy része kezd arra rádöbbenni, hogy nem mindegy, hogy mit eszünk, ugye ahogy az öregek mondták annak idején, amit eszel, azzá leszel. Úgyhogy az egészséges élelmiszerek felé való fordulás tekintetében úgy gondolom, hogy jelentős szerepe lehet a nyúlhúsnak. A magyar óriásunknak pedig azért, mert a miénk. Tehát ha tartunk számtalan külföldi fajtát, akkor miért ne tarthatnánk a magunkét? Úgyhogy azért vagyunk most is itt a székesfehérvári kiállításon, hogy népszerűsítsük a fajtát. Az Egyesület 2012-ben átkerült Dunaújvárosba, azóta Fejér megyei a székhely az egyesületnek és a működési helyszíne. Egyébként próbáljuk a Kárpát-medencei tenyésztőket is bevonni ebbe a munkába. Most már van Erdélyből, Szlovákiából tagunk, illetve a délvidékről is vannak érdeklődők, akik szeretnének ezzel az őshonos magyar fajtával foglalkozni. Úgyhogy azt mondhatom, hogy alakul. Próbálunk az Európa Szövetség felé is törekedni, ahol ugye akkor lehet ez egy végleg elismert nemzetközi fajta is, ha néhány országban még rajtunk kívül tartják, úgyhogy ez a következő célunk, hogy a magyar tartói kedv meghozatala mellett próbálunk a régi magyar lakta területeken is nyulat népszerűsíteni. A hagyományos ünnepi hétvége szervezőinek célja az volt, hogy népszerűsítsék a természethez való visszatérést és nyissanak a fiatalság felé. Ezért meghívták az őshonos állatokkal foglalkozó várpalotai Baglyashegyi tenyészet és kreatív játszóházat is. Mind a kettőnknek gyerekkorunkra nyúlik vissza az állattenyésztésnek a szeretete, mind a kettőnknek nagyszüleink oltották bele a vérébe a kis állatok iránti szeretetet. Aztán szerencsénk volt, 2007-ben családi házba tudtunk költözni, és apránként felépítettük. Nyúltenyésztés úgy jött vissza az életünk, hogy a szomszéd Miki bácsi adott két nyulat, és nyulólat kellett építenem, mert a Bea meg nagyon szeretett volna nyulat tartani. Aztán komondorkutyákat tartottunk, azokat is tenyésztettük, és úgy gondoltuk, hogy magyar emberként tartsunk magyar nyulat, ezért megkerestük a magyar óriás nyulat. 2016-ban kerültünk kapcsolatba fajta tiszta magyar óriás nyullal, egyetlen őshonos nyúlfajtánkkal, mely nemzeti kincs is, és nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy itt lehetünk ezen a rendezvényen, amit én szeretnék megköszönni ezúton is Szűcs Antal elnök úrnak, valamint Bárány Istvánnak, akinek a hatatos közreműködésével ma meg tudtunk itt jelenni, mint a játszóházunkkal, mint pedig a kiállítható magyar óriás nyulainkkal. A játszóházban a gyerekek készíthettek állatos játékokat egyszerű nyersanyagok felhasználásával, kézbe vehettek néhány hetes kis nyuszikat és simogathattak óriás példányokat is. A gondolat az onnan jött, hogy kiállításokra elkezdtünk járni a nyulainkkal, és
végig futott a gondolat rajtunk, hogy az emberek csak körbe szaladnak a kiállításokon, gyerekekkel is, és mi lenne, hogyha a gyerekekhez közel hoznánk egy kicsit a háztáji állattartást, például jelen esetben a nyulakat, hogy leüljenek egy picit játszani. Innen jött az alapgondolat, hogy egy játszóházat hozzunk létre, kreatívan, hogy egy kis emléket hazavigyenek magukkal. Székesfehérvár számára fontos a természet közelsége, a természeti nevelés, közös kincseink megismerése. Ezért is üdvözlendő, hogy a kisállattenyésztők esztendőről esztendőre bemutatkozhatnak városunkban. Ebben az esztendőben is a Szent István Művelődési Házban rendezték meg a borászok országos találkozóját. A Bormustrán hazánk 25 borászatának nemes nedűit kóstolhatták meg az érdeklődők. A Barik Borbár hagyományteremtő szándékkal negyedik alkalommal invitálta meg a mai magyar borokat előtérbe helyező, a hazai borkultúrát ápoló ínyenceket a Szent István Művelődési Házba. Az ötletgazda Fáncsi Viktória álma valóra vált. A magyar borkultúra azt gondolom, hogy fejlődik, hála Istennek, és most már rohamlépt ebben az utóbbi egy-két évben, úgyhogy nagyon bizakodó vagyok. Hát ez a rendezvény sikere is mutatja, hogy azért egyre többen kíváncsiak a borra, egyre többen kíváncsiak a kisebb borászatokra, mert amellett, hogy azért nagy nevek itt vannak, azért kisebb borászatokat is próbálunk megszólítani és meghívni ide. Ugye azt mondják, hogy minden boros találkozó vége a következő kezdete. Ennek tükrében látom, hogy itt vannak a nagymenők, tehát a Friedmanék, a Balláé, Balla, aki az elmúlt esztendőben volt az év borásza, illetve bortermelője. Milyen elvek mentén tud meghívni ide borászatokat? Hát gyakorlatilag azt mondhatom, hogy személyes és baráti a viszonyunk, úgyhogy, illetve akik újként kerülnek ide hozzánk, ők pedig hallottak a rendezvényről. Úgyhogy szerencsére Székesfehérvár egy nagyon vonzó célpont, nagyon szeretnek idejönni, és szeretnék megismertetni a fehérváriakkal a boraikat a borászok, és így nincs olyan nehéz dolgom ebből kifolyólag, hogy tényleg azért most már számon tartják a rendezvényt a borászok is. A Magyar Provence, a Balaton felvidék Káli medencéjének borai nem véletlenül viselik az ősi Árpádházi tradíciókat. Ők azok, akik mai eszközökkel a régmúlt értékeit is fontosnak tartják. Mi egy kis családi pincészet vagyunk Badacsonyból, ami azt jelenti, hogy jelenleg 23 hektáron gazdálkodunk a borvidékre jellemző fajtákkal. A fő fajtánk természetesen az olasz rizling, de megtalálható a kínálatunkban a kéknyelű rózsakő, muszkátotonál rajnai rizling, illetve kékszőlőben már Pinot Noirral is foglalkozunk, már ugye Badacsony hagyományosan egy fehérboros borvidék. Három önálló borászat, Fombőti Pince, Tóth Pince és a Jövendő Pince fogott össze, így született meg a Csobánci Bormanufaktúra. Jelenleg 6 hektáron gazdálkodnak, területeik a Badacsonyi borvidék szívében fekszenek. Az egészséges bio- és kéziszüretelésű szőlőjükhöz nem használnak fajélesztőket és segédanyagokat sem. Csobánci Bormanufaktúra végül is a Tóth családnak a családi pincészete. Biogazdaság vagyunk több mint 20 éve, és Csobánc egy, Hajagos egy, Köves egy dűlőjén dolgozunk, elég sok fajtával, és amiatt, hogy ezek divers talajok, divers fekvések, emiatt használunk sok fajtát, és ezt a sok fajtát, köztük kék szőlőket is, és elég sok vörös bort is készítünk. Ezt mi úgy gondoljuk, hogy ezt a területet így lehet a legjobban megmutatni, és ez nyilván gasztronómiai szempontból is jó, ugyanis úgy gondoljuk, hogy a klasszikus konyha ételeihez nagyon jól passzolhatóak a boraink, és tulajdonképpen van egy-két különlegesség is, amit készítünk, ugye felkaroltuk a héjon elresztett fehér szőlőből készült borok, tehát a narancsborokat. Most is hoztunk egy olyat, ami így készült. Ez is egy ilyen aduász, vagy egy Jolly Joker a gasztronómiában. A Sáfrán család 5 hektáron gazdálkodik. Pincészetükben korszerű technológiával dolgoznak, ami elősegíti a könnyed, gyümölcsös borok elkészítését. Területeik folyamatosan növekednek, új fajtákat is telepítenek. Boraik minőségét a borversenyek eredményei a borkóstolók vendégeinek visszajelzései igazolják. Minden esetre először kellett ahhoz, hogy apa ezt elkezdje hobbiként, ugye? És én meg utána beszálltam ebbe az egészbe, és ketten együtt ezt sikerült felfejlesztenünk ilyenre, hogy ilyen jól működjön az egész borászat. Tehát remekül működik a borászat, azt tudjuk. Mi az, ami a borászatban téged személyesen megfogott,
és hogyan lehet fejleszteni folyamatosan ezt a borászatot? Hát itt mindig ugye, mint minden másban is, de itt főleg a tökéletességre kell törekedni mindig. Mindent akkor kell megcsinálni, amikor azt éppen kell, tehát nem nincs idő arra, hogy halasszuk a dolgokat, hanem meg kell csinálni mindent precízen és időben pontosan. Ami engem megfogott ebben, az amikor nekiállunk ilyenkor a metszésnek, és egy ilyen élettelennek tűnő növényből, utána majd kóstoljuk a palacból ezt a nedűt. A Gessler családi pincészet egy kitűnő családi borászat a Móri borvidéken, amelyben erős alapot ad a múlt, a szorgalmas sváb identitás, az elődök tisztelete. Ugyanakkor legalább olyan fontos a család jelenében és jövőjében, hogy kiváló minőségű borokat készítsenek a ma borkedvelőinek. Én örülünk, hogy itt lehetünk, hogy a Móri borvidéket, Mórt képviselhetjük, ugye itt 4 pincészet vagyunk itt, és hát fontosnak találjuk a helyi rendezvényeken részt venni, mert nem evidens mindenkinek, hogy ilyen közel van a Móri borvidék, és igyekszünk mindig így a maximumot kihozni a borokból is. Jól sikerült a szüret, nálunk még csak így most készítjük a borokat, egy új bort hoztunk, reméljük, hogy ízleni fog majd a kóstoló közönségnek. Izmindi Réka és Németh Gergely családi borászata igazi különlegesség Móron. Képzeljünk el egy kertépítő villamosmérnök házaspárt, akik gyermekeikkel varázslatos nedüket kínálnak a 21. századi egyében. A Friday Winery Móri borvidéket képviseli. 2015 óta vagyunk a piacon jelen, itt a Bormostrán a 3. éve. Az általunk kitűzött célokat eddig sikerült tartanunk, egyre több rendezvényen tudunk megjelenni, így egyre több embert tudunk megszólítani, tudjuk a termékeinket bemutatni. Még mindenképpen felfutó ágban vagyunk, tehát még van minden értelemben kapacitásunk, és igyekszünk egyre több kóstolót tartani helyben, a pincénkben. Cégeket megkeresünk, és őket próbáljuk megszólítani, mind itt Fehérvár, Mór környékén. Angol nyelven professzionális kóstolót tudunk tartani, ami mindenféleképpen egy egyedi, egy specialitás. Ezt a környező borászatok így nem mondhatják el magukról, legalábbis nem népszerűsítik ezt a szolgáltatásukat, hogy ez az előnyünk megvan. Részben ennek köszönhetően, illetve hogy telik múlik az idő, egyre inkább megismerik az emberek, az éttermek, a kereskedések, a termékeinket. A visszaigazolás a termék minőségével kapcsolatban mindenképpen pozitív. Nyilván megvan az, hogy kinek mi tetszik, van, aki hordós borra esküszik, van, aki a reduktívakat szereti. A termékpalettánkon mindegyik megtalálható, így úgy gondoljuk és azt tapasztaljuk, hogy minden vendégnek tudunk valamivel kedveskedni, így az idő már csak nekünk dolgozik, és egyre sikeresebbek leszünk. Fejér megye képviseletében Nagy Gábor pázmándi borászata is jó úton jár. A Móri borvidék képviseletében az Ezer jó hazájában olyan nemes nedűk kerülnek palackozásra, amelyekre büszke lehet a gazda. Ritka az olyan család, ahol nincsen saját, legalább egy picike kis házi kerti szőlő nálunk, és ugyanígy volt ez. Édesapám sokáig hobbiborászkodott a saját kis birtokon, aztán úgy hozta a sors az élet, hogy át kellett tőle venni, és a többi már hozta magával, ebből szerelem lett a szakma iránt. Elmentem iskolába tanulni, és a birtok most már lassan közelíti a 8-9 hektárt. Hogyan lehet tovább lépni, hiszen nagyon fontos gasztronómia kultúra része, tudjuk, a bor, és csak a jó borok a kelendőek. Hát a tovább lépés nem egyszerű, főleg, hogyha az ember nem egy tőkerős valaki, hanem a nulláról indul, a nulláról kezd, és onnét próbálja meg felfejleszteni a saját kis borászatát arra a szintre, amit a nagy cégek is képviselnek, és ezt próbálom. Nehezen megy, lehet, hogy lassan, de biztos lépésekkel haladunk előre, úgyhogy töretlenül haladunk felfelé. A találkozó bizonyította, hogy Magyarország történelmi borvidékeinek szőlősgazdái az őshonos szőlőfajták gondozása mellett, lépést tartva a korral, új, korszerű technológiával, megtartva a kézműves hagyományokat, a legkülönlegesebb borokkal kényeztetnek el bennünket. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!